Azért jöttünk a mai napon Kerecsend településre meglátogatni a falu lakosságát, illetve a polgármester urat is, mert folyamatos bejelentéseket kaptunk, és folyamatos telefonhívásokat kaptam én is, hogy tömeges betörések, lopások zajlanak a településen. Tudni kell Kerecsendről, hogy már voltunk itt, sőt maga Vona Gábor is tartott egy lakossági fórumot a nagyarányú bűnözés miatt. Mint látható, nem hogy javult volna a helyzet, hanem komoly mértékben romlott. Kerecsendet sokáig a fajvédők egy olyan területnek nyilvánították, ahol ami gyakorlatilag példát mutathat a cigányság szempontjából, mert hatalmas összegeket költöttek az itteni cigányságnak a felzárkóztatására. Itt található nálam egyébként egy kimutatás, ez egyetlen egy évnek a kimutatása, és összességében 82 millió forintot költöttek roma integrációs programra egyetlen egy év alatt. Gyakorlatilag azt kell elmondani, hogy az elmúlt egy évtizedben 100 milliós nagyságrendben költöttek roma integrációs programokra. Volt egy valamikor egy felújító műhely, és annak a vasát, ami csak létezik, pankot, mindent elvittek már. Volt, amit jelentettem, volt, amit nem. De most már ide jöttek fel a lakásba, tehát már most ide akarnak behatolni, de most négyszer jöttek be egymás után. Olyan, hogy egy-két nap kimaradt, de négyszer jöttek be. Azt jelentettem, de nagyon sok mindent nem jelentettem, mert nem tartottam, meg hiába is jelentettem. Na, bementem háromszor a tanácshoz, mondtam nekik, hogy mi a helyzet, nem tudnak valamit csinálni. Hát nem tudnak. Szóval ez mindenkit felháborít. Az, amikor még mindig, mintha látnék egy olyan békjót a rendőrök kezén, Ami nem szerencsés, tehát biztos említették ezt az esetet, amikor a nyomozókutya ugye háztól házig ment olyan házhoz, ahol az ott lakót több esetben is látták azon a portán, ahonnan megint ez a dolog elindul, és hát nem mennek bemenni egy házkutatást foganatosítani, ezt azért én nem tudom megfelelőképpen értékelni és elfogadni. Nem tudom, hogy azt várja meg a rendőrség, hogy agyonüssenek bennünket, lehet, hogy azt várja meg, mert látni az ajtókon, ugye kétszer volt kint a kutya, mind a kétszer elvitte a betörőhöz, mind a kétszer elvitte. Itt voltak haton, és egyetlenbe, de egy rendőr nem mert hátra menni. Tehát nem mentek effektíve hátra, még azt sem, hogy megnézzék, hogy hol jöttek be. Tehát akkor hogy végzi a munkáját? Meg úgy kellett imádkozni, hogy küldjetek már nyomozókutyát, hát ott vannak a nyomók. Legtöbbször a mezőrt hívtam, mert mondta, hogy csak nyugodtan hívjam, és ő itt volt, hamarabb itt volt, mint az egri rendőrség. Az lesz a vége, hogy innen el kell menni, mert hát itt agyonütnek a cigányok. Én úgy gondolom, hiába mondja azt a rendőrség, mert a rendőrség azt mondja, hogy nem olyan bűnözők ezek, nem olyan bűnözők, hogy agyonütik. De ezt már vagy három vagy négy rendőr mondta. És itt vannak, szabadlábon sétálnak, és igen, rettegésbe él. Tehát akkor továbbra is az a hozzáállás a rendőrség részéről, hogy az ilyen ügyeknél nem tesznek meg. Tehát én úgy látom, hogy nem tesznek meg mindent. Igen. Tehát nem elég hatékonyak. Az biztos, hogy szerintem, hogyha én mennék ropni, vagy betörni, vagy rabolni, engemet abba helybe elvinnének. De milyen munka ez is, hogy szabadlábra, mert az ügyészőköt elengedi egy nap után meg minden. Meg be se viszik. Most jönnek itt azzal, hogy ma átadják az ügyészségnek. Minek adják át az ügyészségnek, mikor itt sétál a faluba, bemegy fényes nappal itt a 90 vagy 87 szám alá is. A férjemmel még így pofára szemben mondta neki, hogy na gyere már ide, és még oda ment a kapuhoz a betörő. Holott már félig bent volt a lakásba derékig, tehát kivert az ablakot és úgy. Most a belügyminiszter azt mondja, hogy sokat javult a közbiztonság. Hát itt biztos, hogy nem. Itt nem érezni ezt a Itt egyáltalán nem. Tehát most az, hogy most kijönnek egy héten a miskolciak, vagy valamit tizé hallanak, és akkor itt ellenőrzik a főutat, oda be kéne menni a cigánszögbe, azt őköt ott ellenőrizni, meg házi őrizetbe voltak kitéve, megszögdöstek, a szomszédomhoz jártak át, jelentettem. Azt mondta az ügyész, hogy hát háromszor el kell kapják, háromszor elkapták, akkor se történt semmi, ugyanúgy szabadlábon sétál. És előadnak fürdőkádat. Fáját, meg mindent meg mondjon el. Fűnyírót. Fűnyírót, igen. Meg a benzines fűnyírót is.
a füstölőbe. Úgyhogy elvitték azt is. Mikor történt? Ez körülbelül azt mondja, január elején. Igen. És lehet tudni, hogy kik voltak? Hogy? Lehet tudni, hogy kik voltak? Lehet, persze. Hát, hogy lehet, hogy ismerős. Most László. Hogy... Ezzel van, igen. Ez a kis szabad lábon van. Tehát ez. Igen. Ez folyamatosan. Persze, igen. Meg a fáját is mondja, hogy az összes fáját elvitt. Ja, igen, egy köbméter fát elvitt. Most itt él? Itt van a verendára. Elő van tér. Igen, ház ellen verendára. Aztán segített a polgármester hivatal, hogy adott neki fát. Igen. Minden egyes fáját. Igen. Innen a verandáról vitték el. Fel lehet azt is venni amúgy. Megtaláltam a szegőt, ott van a izénék. Még egy kefe van ott, amit kerestem, mert tudtam, hogy hol van, mert még egy vasdarabot nem találok. Hogy azzal feszítették ki, vagy mi, de az volt a szerencse, hogy kifelé nyílik az ablak, hogy meglátta annak a fiatalasszonynak a férje, hogy mászott befele. Hol jöttek be? Így jött keresztül. Semmit. Még kéznyomatot is tudott volna venni, mert igaz-e nem nyújtunk semmihez sem. Hogy tudott volna venni. Azt, hogy nem vittek el semmit, azt ilyenkor úgy vannak hát bele, igen, hogy... igen. No, de most, ha bemegyen, vagy ez a Sanyi se tudta, hogy most ő kifelé mászik, vagy befelé mászik. Most én nekem elviszi a pénzem, pont akkor vettem le a nyugdíjamot. Majd ő megfizette volna nekem? Biztos. Hát akkor azt mondja a polgármester is, hogy mit keresi a más portál. No, meg az a másik, mondom. Majd akkor jön az én portámra, mondom, majd ha én megyek az ő portájára, mondom. És arra fele kik laknak? Hát arra tiszta cigány. Tiszta cigány. Ez mikor volt, melyik nap volt az a... Pontosan pénteken reggel 8 előtt 5 perccel mentem oda, itthonról. Már a férje már 8:45-kor telefonált, Bözsi néni, jöjjön, azt mondja, mert betegeztek. Már 10 percre megjönnek, hívott, hogy jöjjek a Dankó felül, mert na. Szökik a gyerek. Ketten voltunk a menyemmel itthon, hétvégén, egy szombati napon, és megebédeltünk 12:15 között, és akkor utána a menyem itt ezt az ablakot, tehát itt az a redőny le volt engedve, meg ott elől is le volt engedve a redőny, és akkor húzta föl a redőny, és akkor két alakot pillantott meg. Aha. De mivel ők hallották azt, hogy a redőny ugye szúk, vagy mozog, akkor, akkor ők már futottak, és ott hátul, ott van ez az ajtó, ott a macskákhoz meg a kedve járunk ki, ott el... suhantak. A tél folyamán megint beindult ez a dolog, ami sajnos tavaly is, és ami miatt akkor is találkoztunk. Hát nem kell erről nyilván beszélni, de tényleg nem azt mondom, hogy óriási méretekben, de azért amit megszoktunk annál, ez mégis komolyabb helyzet. És hát azt látom, hogy ezek az ügyek azért nagyon veszélyesek, mert ugye önmagában is felháborító, hogyha egyáltalán bárki más dolgához hozzányúl, de több esetben ugye idősekhez mentek be, és azért ezek a lehetőségek ezek magukban hordozzák azt is, hogyha ne adj Isten bejutnak, és mondjuk ott lakó felébred, szóval nagyon komoly probléma lehet. Nagyon sajnálatos az, hogy olyan helyekre mentek be, akiktől egyébként nagyon sok segítségre számíthatnának. Tehát most például a család segítőnk édesanyjához több esetben esténként belátogattak, onnan ilyen szőlőprést meg egyéb fémtárgyakat vittek el. A egyházközségünk vezetője, aki tényleg szintén egy nagyon jó lelkű asszony, aki az egész világot megmenthetné, a tehetné. A fiának van egy fenyőültetvénye egy olyan kertben, ami szintén határos ezzel a említett település része. Onnan vittek el fenyőfákat. És hát ez azért rossz, vagy említhetném akár magamat is, hogy nemrégiben egy bal első kerékcserére szorultam, mert valaki megsegített ezzel engem. A vasanyagot erről a telephelyről gyűjtötték be. Ott a kerítés kibontották, mert most azóta megcsináltuk, és itt a nyárfosod mellett, hát ez legalább egy jó másfél két kilométeres út, mire egy kis kocsival húzták el az egészet oda arra, ahol előbb voltunk. Na mostan egyértelmű volt a nyom, mert körülbelül két napja mehettek, azóta mi nem járunk, teljesen friss nyomok voltak, úgyhogy le sem lehetett tagadni, hogy kik voltak, meg hogy honnan került az anyag. Hát azt egyből megismertem én az anyagot, hogy ez tőlünk való volt, mert olyan speciális pálázó alkatrészek voltak, rugókötegek. Volt olyan, amit előző nap hétfőn szereltük le, és már pénteken már ott volt náluk.
Amikor kiérkeztünk a helyszínre, rendőrökkel megtaláltuk a vasat, értesítettük Izsó urat, ő felismert egyértelműen, hogy gombaipari üzembe van állopva, ezek a vasak áltulajdonítva. Ekkor a rendőr a Nagy Sándort, az egyik szemét, azt mondta, hogy hozza a személyigazolványát, mert elő fogja állítani. Innentől rendőr elkezdte kordítani, olyan szavakat használtak, ami nyomdafestéket nem tűr, hogy takarodjatok innen ki, semmi keresni valótok itt. Akkor előkerült Nagy Sándor testvére, hogy az én testvérem sehova nem viszitek, nincs személyigazolvány, minden, és innen tégla repült, fadarab. Sőt, a Nagy Miklós az egy ilyen másfél méter hosszúságú betonvassal csapott a rendőr fele. Ekkor én úgy léptem, hogy körülbelül kettőjük közé kerüljek, és akkor a Nagy Sándor visszaugrott az ajtóhonat, lekapott egy salót, és azt mondta, hogy te rohadt geci rendőr, levágom a nyakadot. Ekkor én ebben a rácsos ajtóval nekiszorítottam őket a falnak, hogy ne tudjon a rendőr fele támadni, és a rendőr közben így bírt intézkedni, úgyhogy szakszerűen tudja ellátni feladatát. Engem is zavar az, amikor azt látom, hogy főleg olyan embert, aki a rendőrére támad, és ezzel kapcsolatosan én nem tudok elnéző lenni, mert azt gondolom, hogy mind Kartágot földig és beszózni a helyét is, tehát ez lenne a válaszom egy ilyen dologra. És hát előként van, mint történetesen a rendőr, aki egyébként intézkedett vele, és szerintem nagyon ügyesen és jogszerűen. Jöttek a készenlétisek, előállították ezeket, ügyész jött ki minden, úgyhogy... De itt az egésznek az lett az eredménye, hogy szerintem a rendőr tovább írta a jelentést, mert a cigányt elkezdett óvégatni, hogy befújták a gyerekeket, meg megverték, ilyen szó se volt, és kijött az ügyész is, előállították a két elkövetőt, de ahogy én hallottam által, még aznap este engedték őket. Természetesen a vasút is a tőlünk származott, amivel megtámadták a rendőr. Mivel ilyen elfogadhatatlan állapotok vannak Kerecsen településen, és láthatóan a rendőrség és az ügyészség nem tudja megoldani ezt a problémát, annak érdekében, hogy egy kicsit a figyelmet is ráfordítsuk kerecsendi problémára, illetve annak érdekében, hogy tényleg a közbiztonságon segítsünk valamilyen szinten, én magam is úgy döntöttem, parlamenti képviselőként, Szociális Bizottság elnökeként, hogy a településen több alkalommal is a helyi mezőr kíséretében, vagy akár csak egy szám magam, vagy egy-két ismerősöm kíséretében járőrözni fogok, járkálni fogok a településen este délutánonként, és ezzel is megpróbálva egy kicsit úgymond érzékeltetni és biztonságosabbá tenni a települést, hát ha egy országgyűlési képviselőre kevésbé mernek rátámadni, mint adott esetben egy rendőrre támadnak rá, vagy rendőrökre támadnak rá, hiszen ugye itt tartunk, hogy Kerecsen településen nem ártalkodnak adott esetben sarlóval támadni a rendvédelmi szerv emberére. Én bízom benne, hogy ez a kezdeményezés lesz olyan hatással, hogy az ügyészség is arra, oda fog figyelni arra, mi történik Kerecsenben? El kell mennem innen, nem? Szóval nem bírok itt maradni, mert nincs egy nyugodt éjszaka, nincs egy nyugodt estén.